Polgármesteri fogadóra a megválasztott válaszol, méghozzá az idei esztendőben először, úgyhogy rögtön azzal is kezdjük a beszélgetést, hogy milyen esztendőnek nézelébe, polgármester úr. Én egy nyugodt kiegyensúlyozott évet várok 2024-től is, lehet, hogy mások nem így gondolják, hiszen választásokra fog sor kerülni, ami mindig izgalmas egy önkormányzat életében, ha önkormányzati választást tartunk. De én bízom benne, hogy az elmúlt évek nyugodt kiegyensúlyozott együttműködésre építő politikája az a választási időszakban is elhozza a nyugalmat, és tudunk szépen fejlődni, haladni előre ebben az esztendőben is, ahogy ezt megszoktuk már. Ez időtájt az önkormányzatok többsége nagyon el van foglalva azzal, hogy kitalálja, milyen elemekből áll majd a költségvetés, lesz-e rá elég pénz, mekkorák az igények, most éppen hogy állnak? Mi is tervezünk és számolunk, szerencsére az ősz sem telt tétlenül, és nagyon alapos előkészítő munkát végeztünk, így viszonylag egyszerű most a helyzet, hiszen már megalapozott számításokkal érkeznek a tárgyalásokra a kollégáim, és itt érteni kell a bölcsővezetőket, óvodavezetőket, a bárkának a vezetőjét, aki az egészségügyet, szociális területet képviseli, de tárgyalunk a kulturális központ vezetőjével, kocsisportközpont, kerületi cégek, kőkert, vagyunk kezelő költségvetéséről, és természetesen a hivatal számait is most rakjuk össze. Könnyebb dolgunk van egy picivel, mint az elmúlt évek során, hiszen az elmúlt esztendőben komoly tartalékot képeztünk, komoly bevételeink voltak, akár a Hős utca ingatlan értékesítéséből, akár a lekötött pénzeszközök kamatbevételeiből, hiszen több mint 1 milliárd forint kamatbevételt realizáltunk, tehát ezek azért segítenek a mostani helyzetben. Úgy ültünk le a költségvetés számainak végső megalkotásához, hogy megfogalmazhattuk azt, hogy most nem csinálnánk semmit, akkor fel is állhatnánk, és rendben lennének a számok. Persze ez nincs így, hiszen az ördög mindig a részletekben rejlik, és akár különböző személyjuttatásokról folyó egyeztetések, akár továbbképzésekről, akár egyes beruházások sorrendiségéről, fontosságáról, vagy a következő évek előkészítéséről, hiszen nem elég most arról döntenünk, hogy idén mit építünk, már el kell kezdeni előkészíteni a 2-3 év múlva esedékes beruházásokat is, tehát azért van tendő ebben az időszakban is. Csak ismétlésképpen, hiszen időről időre szóba kerül ez is ezeken a beszélgetéseken, hogy végül is mekkora csapat az, amely a kőbányai önkormányzat házatáján dolgozik, elég jelentős számról. Jelentős. Pontosan nem is tudnám megmondani, de 2000 fölött vagyunk, ha mindenkit beleszámítunk a rendszer működtetésébe. Az egyik legnagyobb foglalkoztató a városban még mindig az önkormányzat. Azért a kerületi nagy cégek is kiveszik szépen a részüket. Tehát az önkormányzat nem csak a kerület működéséért felel, hanem mint munkáltató a hozzátartozó dolgozókért is. Az ügyfélszolgálaton hogy érzékelik, hogy a tisztelt kőbányaiak, a kőbányai polgárok milyen esztendőt zárhatnak, hiszen igen kemény infláció volt évközben, kétszámjegyű bőven, hosszú hónapokon át, meg általában is hogy csapódik le a kőbányaiak közérzete önöknél? Ha ezt ahhoz mérem, hogy a különböző települési támogatások milyen mértékben kerültek felhasználásra, akkor azt lehetne mondani, hogy nincs gond. Hiszen közel 50%-a megmaradt annak az összegnek, amit települési támogatásra terveztünk. Persze érzékeljük, hogy nincs minden rendben, ezért már a tegnapi nap során arra jutottunk, amikor a költségvetési számokat vizsgáltuk a települési támogatásoknál, meg kell emelnünk a jövedelemhatárokat ismét, a hozzáférési lehetőséget. Elég jelentősen fogunk változtatni a februári testületülésen, pont azért, hogy akik a minimálbéremelés, a nyugdíjemelések miatt, vagy egyéb bérpolitikai intézkedések miatt magasabb jövedelemre tesznek szert, ők sem maradjanak ki feltétlenül a települési támogatás rendszeréből, hiszen az egyfelé jutó jövedelem azért még mindig lehet oly,
alacsony, amely akár egy nyári táboroztatást, vagy akár egy gyógyszerkiváltást, vagy lakhatási problémákat jelenthet, annak ellenére is, hogy emelkednek a bérek, vagy emelkedik a minimálbér. Tehát inkább a mi rendszerünkben most, van most a probléma, és a kőbányai emberek egy jó része biztos, hogy támogatásra szorul. Ez érzékelhető volt akkor is, amikor érkeztek az utalványokért, hiszen 1600 embernek adtunk karácsonykor 10.000 forintos utalványt, és bizony-bizony könnyes szemmel vették át nagyon sokan, és megköszönték a sokak számára egyébként szerénynek tűnő összeget, de tudjuk azt, hogy számos kisnyugdíjasnál, számos családi kasszában ez hatalmas segítség. Hatalmas segítség lehet adott esetben társasházak és ugye akár egész panel tömbök esetében az a segítség, amit pályázati úton nyerhetnek el a kőbányaiak az önkormányzattól különböző javításokra, fejlesztésekre. Ez ügyben a költségvetés tartalmaz majd olyan elemeket, amelyek pozitívnak mondhatók? Nagyon szeretném, hogy tartalmazzanak, hiszen az elmúlt év végén tudtunk arról dönteni, hogy több mint 600 millió forintos támogatást adunk, amivel megmozdul közel 1,3 milliárd forint a városban. Az elmúlt évek számait, hogyha vizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy így módon az önkormányzat segítségével több mint 10 milliárd forintot sikerült lakóingatlanokra fordítani, magántulajdonú lakóingatlanokra a városban, és ennek érződni kell a lakóépületek minőségében, a balesetveszélyes helyzetek megoldásában, a liftek működtetésénél, kémények építésénél, számos területre felhasználható a támogatás. Nagyon fontos az energetika, most is sokan pályáztak ilyen céllal. A kőbányai lakóépületek jelentős része, leszámítva az iparosított technológiával épült panel, vagy csúsztatott zsalus épületeket a múlt század előtt épült. Ahhoz, hogy megfelelő minőségűek legyenek, megfelelő lakhatási körülményeket biztosítsanak, rengeteget kell fordítani az ingatlanokra, illetve nem mindegy, hogy milyen külső képet mutat a kőbányai ingatlanállomány, homlokzatok, tetők, kapuk milyen állapotban vannak, tehát ilyen célokra is szívesen áldozunk. Mi újság a Rozsda övezettel? Ugye ez nem kizárólag az önkormányzat hatásköre, de mindenképpen rengeteg ponton érinti az önkormányzatot, hogy van-e valamiféle szerves változás? Van változás, hiszen ha Kőbányán Rozsdát vizsgálunk, Budapesten belül az egyik legnagyobb rozsdövezeti beavatkozás az Eiffel Műhelyház megalkotása volt az északi járműjavítóban, de ide sorolhatjuk a Bosch fejlesztését is, hiszen ott volt textil üzemnek a megújítása, vagy pontosabban teljes lebontás, utána egy új épület felépítése valósult meg, de akár a Lechner rendezvényközpontot is sorolhatjuk ehhez a területhez. Teli vagyunk még ezen túl is egyéb rozsdavezetekkel, kisebbekkel, nagyobbakkal. A kormány az elmúlt napokban is döntött arról, hogy mely területeket jelöl ki rozsdavezeti fejlesztésekre, és itt már a beruházói, befektetői szándék is látszik. Ez nem mindig cseng egybe az önkormányzat terveivel, gondolataival. Igyekszünk a megfelelő összhangot megteremteni, és továbbra is hatalmas területek várnak még megújításra. Szerencsére a befektetők érdeklődése az élénk Kőbánya iránt, hiszen akár ipartelepítési célokra, akár lakóingatlan fejlesztésre, például a gyárdülő térsége kiválóan alkalmas. Ott is a rozsdövezet felszámolása nagy léptékben halad, nagy ütemben halad, ott a lakóingatlan fejlesztése jellemző. Itt vannak valamiféle akár rendeletekbe, törvényekbe rögzített határok, akár valamiféle úgymond a józanész szabta határok, mármint hogy mekkora területet lehet lakóépületekkel benépesíteni? Vannak határok, ami eszközünk és legnagyobb fegyverünk a szabályozás, a szabályozás tervek elkészítése, és amikor egy területnek nincs hatályos szabályozása, illetve a beruházó szeretne egy célt elérni,
elérni, és ehhez szeretné, hogy módosítsunk a terveken, akkor tudunk élni nagyon szigorú eszközökkel, és például a gyógyszergyárút esetében az 1700 lakás építését mi 1300 környékére javasoltuk, és tartottuk ideálisnak, és szerencsére ez irányba haladunk, de tudunk településfejlesztési megállapodásokat is kötni, ha a szabályzás terv módosítására szükség van, és akkor az önkormányzat akár telekre, akár pénzeszközökre is szert tud tenni milliárdos értékben. Ennek is megvan a gyakorlata az elmúlt években, de sajnos van olyan eset is, amikor már nincs a kezünkben a lehetőség, és a szabályzási terv megenged egy olyan beruházást, amelyet mi nem szeretnénk. Akár nagyszámú lakóingatlan lakásépítését, akár olyan lakások építését, amelyekről látjuk, hogy hosszú távon nem fenntarthatóak, nagyon picik, befektetői szempontból jó, jó hasznot hoz, de a város fejlődése szempontjából előnytelen. Mégiság a generációkkal, ugye az önkormányzati elképzelések között is azért meg szokták különböztetni az ifjúságra, a mondjuk hogy mondjam, csak virágzóbb korukban lévőkre vonatkozó és a szép korúakra vonatkozó dolgokat. A legaktívabbak a városban egyébként a szépkorok, vagy idősebbek, ne nevezzük őket szépkorúnak, a 60 pluszosok, akik akár már nyugdíjban is vannak, hiszen ők már megtehetik azt, hogy olyan szabadidős elfoglaltságokra áldozzanak, vagy olyan tevékenységet végezzenek a család, az unoka mellett, ami a város életében is markánsan jelen van, ők a legérdeklődőbbek. De szerencsére a fiatalokat is meg tudjuk szólítani, a középkorosztályt is, ebben nagy segítségünkre vannak a különböző játszóterek, parkok, sportpályák, ahol látjuk, hogy a pici gyerekekkel ott vannak, futnak, sportolnak hajnali óráktól egész késő estig a futókörökön a középkorosztályhoz tartozók. Persze az lenne jó, hogy város életében mindenki érdeklődő és aktív lenne és odafigyelő, amikor közösségi munkára hívunk embereket, akár szemétszedésre, vagy értékteremtő virágültetésre, vagy egyáltalán egy környezetvédelmi napra, ahol a szemlélet formálással szeretnénk egy picit előrébb lépni, akkor jó lenne, ha az aktivitás még erősebb lenne, az egészségügy, prevenció, szűrővizsgálatok terén úgy szintén, de nem panaszkodom, szerintem erősödik Kőbányán a városügyei, vagy a városügyeink keresztül akár önmagunk felé fordulás a mindennapokban. Az egészségügyet és az egészséget is említette. Ugye a házi orvosi hálózat, a gyermekorvosi hálózat, a fogorvosi hálózat az önkormányzati hatáskörbe tartozik, hogy állnak? Ha tárgyi feltételeket nézzük, akkor jó, hiszen felújított fogorvosi rendelőink vannak, felújított gyermek és felnőtt házi orvosi rendelőink, mindegyiket megújítottuk. Ahol van egy pici adósságunk, ott most kaptunk egy 100 millió forintos kormánytámogatást, és a kőbányúti gyermekfogászat helyzetét szeretnénk rendezni, keressük az új helyet, és a 100 millió forint felhasználásával egy korszerű gyermekfogászati rendelőt szeretnénk a belvárosban, az Óhegyi térségben kialakítani, hiszen az Újhegy rendelkezik már új gyermekfogorvosi rendelővel. Ezentúl pedig nagyon fontos feladat, hogy a megfelelő személyfeltételeket is biztosítani tudjuk. Szerencsére vannak jelentkező fiatal háziorvosok, igyekszünk a lakhatásukat támogatni, megoldani, ez mindig van az előtt jelent, illetve az idei év komoly feladata, hogy az ügyeletre kiírjuk a közbeszerzést, le fog járni idén, és ezt olyan értékhatárt képvisel, hogy közbeszerzés útján kell beszereznünk az orvosügyelet ellátóját. Nálunk még nem jelent meg az a rendszer, ami az ország már számos pontján működik, a mentő szolgált által ellátott orvosügyelet. Mindaddig, amíg ez nem változik, az önkormányzat feladata marad, úgyhogy az évnek ez egy nagy feladata. Köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Köszönöm szépen.